Évezredek óta magasodik Pallas Athéné szobra Athénban. Az elmúlt két évben a pandémia miatt ugyan kevés turista láthatta az ókori görög műemlékeket, idén újra népszerű a félsziget. Sokan terveznek a megyéből a görög mellett horvát és török nyaralást, mondta a szakértő 35 perc című műsorunkban. A repülős desztinációkban Görögország és Törökország az, ami vezeti a prímet, hiszen Törökország az árértékarány miatt, hiszen azok a szolgáltatások, amik ott megtalálhatók, azok azért máshol ugyanannyi összegért nem igazán fizethetők meg a magyar állampolgárok számára. Görögországot azt tudjuk nagyon jól, hogy a magyarok imádják a görögöket, irányják a gömörök ételeket, és autós közlekedéssel meg továbbra is Horvátország, ugye mint egy közeli tengerpart, vagy talán azt lehet mondani, hogy legközelebbi tengerpart, ez még mindig vezeti a listát. Sok szállásadó kihasználta a járvány miatti lezárás időszakát, és pályázati pénzekből vagy saját forrásból fejlesztett. Így idén új attrakciókkal is várják a turistákat, amitől nagyobb bevételt várnak a szezonban. Elég hosszú időszak volt, ugye, amit a Covid alatt zárva tartottak, akár a szálláshelyek, akár utazásirodák, bárki, vendéglátóipari egységek, és akinek volt tőkéje, az ugye fejlesztett, aki pályázni tudott, ugye az a pályázati pénzből fejlesztett, és azt gondolom, hogy külföldben esetében is elmondható, hogy ezek a fejlesztések ugye most az utasoknak mint plusz szolgáltatások fognak megjelenni, hiszen nem csak egy-egy felújítás volt, hanem különböző élményattrakciókkal is bővültek szálláshelyek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ki lehetett hozni ugye a lehető legjobbat ugye ebből a kellemetlen szituációból. Ugyan a koronavírus jelentősen visszaszorult az elmúlt hónapokban, az egyes országok más és más módon enyhítettek a korlátozásokon. A szakértő azt tanácsolja, hogy utazás előtt minden esetben tájékozódjunk a célországban érvényben lévő szabályokról.